Mivel a temetkezési szertartásokat tiltják esetükben, a koronavírus járvány következtében elhunytakat ideiglenes halottas házakba szállítják a kórházakból Bulgáriában. Mint minden fertőző betegség esetében az elhunytak testét zsákba helyezik, majd lezárják azt, így a halottakat még a rokonok sem láthatják. A koronavírus következtében elhunytak esetében fémlappal megerősített koporsókat használunk, mondja az Állami Temetkezési Társaság képviselője, Natalia Stojanová. A temetkezési társaság munkatársai védőfelszerelésben dolgoznak, a szájmaszk viselés pedig mindenki számára kötelező Bulgáriában, ezen kívül azonban inkább csak ajánlásokat fogalmaznak meg. Natalia Stojanová arról beszél, hogy egyszerre csak egy ember léphet be az irodáikba. Az emberektől azt kérik, hogy kint várakozzanak. Ami a temetéseket illeti, azt ajánlják, minél kevesebb hozzátartozó legyen, hogy elkerüljék a csoportosulást. A temetkezésre vonatkozó új szabályok tükrözik Bulgária hozzáállását a koronavírus járványhoz, mondja helyszíni tudósítónk. Az üzletközpontok, éttermek, kávéházak az országos szükségállapot miatt zárva vannak. A szálláshelyeken rengeteg a lemondás. A nem létfontosságú boltok azonban lassan újra kinyitnak. A munkanélküliség az országban 2%-kal nőtt, kritikusai szerint a kormány lassan reagál. Minden szigorításnak megvan a társadalmi és gazdasági következménye. Minél szigorúbbak az intézkedések, annál nehezebb helyzetbe kerülnek a vállalkozások. Ezért új ösztönző programot hirdetünk a 15 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatók számára. Költségmentesen 5-10 ezer eurót kapnak a számláik kifizetésére, de másra is felhasználhatják az összeget, mondja Tomislav Doncsev, miniszterelnök helyettes. Bulgáriában péntek reggelig 825 koronavírus fertőzöttet és 40 a fertőzés következtében elhunytat tartottak nyilván. A hatóságok azt kérik a közelgő ortodox húsvét előtt, hogy az emberek kerüljék a tömegközlekedés igénybevételét, ezzel is mérsékelve a járvány gyorsabb terjedésének kockázatát.